A Nemzeti Adó és Vámhivatal ESIA oldalán már elérhető a személyi jövedelemadó bevallási felület, valamint azok, akik maguk készítik el a bevallásukat, már használhatják a webes kitöltő programot is. A NAV honlapján megtalálható minden aktuális információ a határidőkkel kapcsolatban, illetve hogy ki hogyan tud hozzájutni a NAV által elkészített adóbevallási tervezethez. Az előző évhez képest a magánszemélyeket, őstermelőket érintve nem történtek lényeges változások, ugyanakkor ettől az évtől már az egyéni vállalkozók részére is készít tervezetet az adóhivatal a rendelkezésre álló adatok alapján. Abban az esetben, ha érkezett rájuk vonatkozóan az előző évre munkáltatótól, kifizetőtől adat, jövedelmi adat, ami után adóelőleget vontak le, tehát ezek kerülnek be az adóbevallási tervezetbe, ugyanúgy, mint a magánszemélyek, őstermelők, áfafizetésre kötelezett magánszemélyek esetében, tehát ez a kör bővült most az egyéni vállalkozókkal. A változások miatt az egyéni vállalkozók határideje is módosult február 25-éről május 20-ára, így 2019-től a NAV által elkészített tervezet esetleges módosítására, kiegészítésére, elfogadására egységesen május 20-a a határidő. Fontos, hogy az egyéni vállalkozók esetében nem lesz automatikusan bevallás a tervezetből, ezért nekik mindenképp szükséges a tervezetet megnyitni, megnézni és esetlegesen módosítani, ugyanis minden olyan adat, amire a NAV-nak nincs rálátása, nem szerepelnek a tervezetben. Az előző évhez hasonlóan idén is azoknak, akiknek nincs ügyfélkapujuk és nem is szeretnének nyitni, lehetőségük van arra, hogy kérjék az adóhivataltól az adóbevallási tervezet megküldését. Ennek a határideje március 18, tehát ez csak azok kérhetik, akik nem kötelezettek elektronikus kapcsolattartásra, illetve azok a magánszemélyek, akiknek nincs ügyfélkapujuk. Saját adóbevallási tervezetét bárki megnézheti az ügyfélkapun keresztül március 15-től. Aki nem használ ügyfélkaput, március 18-áig adóazonosító jele és születési dátuma megadásával többféle módon is kérheti a tervezet postázását. Kérheti SMS-ben a képernyő alján látható telefonszámon, a NAV honlapján elérhető webűrlapon, levélben, formanyomtatványon, telefonon a 1819-es hívószámon, valamint az ügyfélszolgálatokon is. Az ESIA 1+1%-ának felajánlásáról pedig a korábbi évekhez hasonlóan idén is lehet rendelkezni elektronikusan és papíron is.